Sziasztok! A Bad Movies legújabb Émi beszámolójában két filmről is fogok beszélni, ugyanis a hétvégén olyan hatalmas szerencsém volt, hogy kétszer is el tudtam menni moziba, amiből az egyik a John Wick volt, amit szerintem már sokan láthattatok, illetve akik nem látták, azok közül is biztos nagyon sokan vannak, akik kíváncsiak rá, mert eléggé erősen reklámozzák ezt a filmet, ezt az új Keanu Reeves nevével filmjelzett akciófilmet, ami ráadásul már a trailerek meg ilyen tévészpotok alapján is egész ütősnek tűnt, és hát elég pozitív kritikákat kap mindenhonnan, úgyhogy engem is egyre jobban kezdett érdekelni így a premier előtti hetekben a film, ahogy egyre többet és többet megtudtam róla, és egy bot egyszerű akciófilmről van szó, ami egy ilyen teljesen lecsupaszított, már-már fájóan lecsupaszított bosszú film. Arról van szó, hogy van Keanu Reeves, aki John Wick-et játssza, egy nagyon profi bérgyilkost, akinek meghalt a felesége, aki elküld neki egy kutyát. Tulajdonképpen pár nappal a halála után kapja meg ezt a kutyát, mert hogy elkeveredett a postán, valami ilyesmi, és akkor hát beleköt egy helyi maffia, vagy nem tudom milyen főnök keresztapának a fia John Wickbe, megöli a kutyáját, John Wick pedig az utolsó utáni meló címszó alatt visszatér, és hát így utoljára hírtad magáról, és konkrétan mindenkit lemészáról, pici spoiler, de hát talán nem lepek meg vele senkit. Tehát egy teljesen egyszerű, mondhatni ostoba a filmről van szó, és igazából a film az valóban ostoba, ez rá a legjobb jelző, de nem úgy ostoba, hogy egy picit butácska, vagy ilyesmi, hanem így olyan ostoba, mint a segg. Tehát, és nem csak ostoba, rossz. A John Wick annyira hihetetlenül, döbbenetesen, már-már fájdalmasan rossz film, hogy esküszöm, nekem már-már ilyen szállító három ugrott be, miközben néztem, ami nálam, aki úgy figyeli a Bad Movies-t, az tudja, hogy nem egy túlzottan jó pont. De tényleg, tehát a film első 20 perc az konkrétan a nézhetetlenség határát súrolja. Annyira röhelyes, és erőltetett, és megjátszós, és buta, és gáz az egész, hogy jaj, arcomat kapartam tőle. Ez az egész, megkapom a kutyát, és gyászolok, és ja Istenem, hihetetlen, hogy mennyire nem működik. Az egész expozíció, ahogy így bemutatják a szereplőket, meg bemutatják így ezt a hátteret, nagyon gagyi, nagyon béna, nagyon bugyuta. És ez az egész filmre igaz, hogy dramaturgiailag, forgatókönyvileg, dialógusok szintjén és színészi játék szintjén pocsék. Mindenben pocsék, kivéve egy valamit. És ez az egy valami az, ami menti a filmet olyan szinten, hogy én a John Wick-et mindenkinek nem csak hogy ajánlom, de kötelezővé tenném a megtekintését, hát nem mindenkinek, de az akciófilm fanoknak biztosan, mert ez egy annyira iszonyatosan jó akciófilm, hogy esküszöm, a The Raid mellett a legjobb, amit mostanában láttam. Komolyan, nem viccelek. Onnantól fogva, hogy John Wick elkezdi aprítani az ellenfeleit, és onnantól fogva, hogy a hullahegyek elkezdenek nőni, valami elképesztő, hogy mennyire elkezd működni a film. Tehát egy olyan harc stílust vezet be a John Wick, amilyet még nagyon nem láthattunk egy filmbe se, és fantasztikusan működik. A verekedéseket és a lövöldözéseket úgy ábrázolják benne, mint egy ilyen latin-amerikai táncot. Nagyon fura az egész így, vagyis furán hangozhat az egész, és szerintem nincs is igazán valóság alapja, tehát nehezen tudom elképzelni mondjuk a The Raid-el ellentétben, hogy ezt így a valóságban bárki meg tudná csinálni adott szituációban, tehát adott keretek között, hogy egy ilyen harcot valaki így lezavar. Ezt így nem tudom elképzelni, mert szerintem gondolkodást éköszitává lőnék, de így a filmben annyira eszméletlen jól néznek ki az akció jelenetek ezáltal, ahogy mozog John Wick, és ahogy tényleg gyakorlatilag mint egy balett előadáson, vagy egy tangó előadáson, ahogy forog és közben lövi szarrá az ellenségeket, annyira eszméletlen jó, hogy minden ilyen ostobaság felett szemet tud hunyni az ember. Van például egy diszkó jelenet a filmben, ami már a trailerben is szerepelt, tehát voltak bevágások. Konkrétan tátott szájjal néztem végig azt a körülbelül 5-6 percet, ami aprítás ott van. Egészen elképesztő.
és zeneileg, vágásilag, operatőri szinten, koreográfia szinten hihetetlen jó az egész. Úgyhogy a John Wick egy borzasztóan egyszerű és borzasztóan rossz film is lehetett volna, ha az akció jeleneteit nem csinálják meg ennyire elképesztően magas szintűre. Úgyhogy én mindenképpen ajánlom ezt a filmet egy megnézésre, főleg azoknak, akik így az akciófilm műfajt szeretik, mert biztos vagyok benne, hogy szórakoztatni fogja őket a film, mert azt is el kell mondani, hogy annak ellenére, hogy mennyire buta, egy percig nem ül le, tehát nagyon pörgős, nagyon szórakoztató, nagyon jó a tempója a filmnek, szóval tudták azért szerintem a készítők, hogy ez nem olyan jó, de nem olyan erős történet, annyira nem erős, hogy elvigye önmagában a hátán a filmet, és ezért inkább tényleg fölpörgették az egészet, és megcsinálták annyira jól az akciókat, amennyire csak lehet. Én baromira jól elszórakoztam rajta, és folyamatosan láttam a hibáit, de egyszerűen nem tudtam haragudni rá, mert mindig volt valami kunszt a tarsajába, amivel folyamatosan le tudott venni a lábamról. Úgyhogy tegyétek nagyon alacsonyra az elvárásokat, és tényleg készüljetek rá, hogy nagyon rossz filmről van szó, de egy borzasztóan szórakoztató és nagyon-nagyon-nagyon erős akciófilmről. Úgyhogy ennyit a John Wickről. Át is térhetünk a másik filmre, az Éjjeli féregre, amit még most sem nagyon hiszek el, hogy moziba, multiplex moziba meg tudtam nézni, mert biztos voltam benne, hogy nem tűzik műsorra, de hál' Istennek nem igazolódott be a félelmem. És nagyon örülök neki, hogy meg tudtam nézni, mert valami olyan elképesztően jól sikerült ez a film, hogy az... Na de a történet, arról szól a film, tulajdonképpen a katasztrófa turizmusról szól, arról az ijesztő, ha belegondolunk, nagyon ijesztő és félelmetes dologról, hogy mennyire képes vonzani az ember érdeklődését egy baleset, egy katasztrófa, vagy egy bűnténynek a helyszíne. Tehát, hogy ugye mindig lelassítunk, hogyha baleset történik az úton, és igyekszünk megnézni, hogy vajon van-e holttest, van-e vér, mennyire törtek össze az autók. Na erre épül az Éjjeli féreg, ami arról szól, hogy van egy srác, aki felfedett, egy ilyen csóró, lepukkadt szerencsétlen, aki mindenáron munkát akar keresni, de nem nagyon sikerül neki, mert nagyon rossz a híre, mert hogy tolvajlásból tartotta fenn magát egy ideig, és ezt a legtöbben valamilyen okból tudják. Nem tudom. Mindegy. Ez az ember észreveszi, hogy milyen jó pénzeket lehet szakítani azzal, hogy balesetek helyszínére kamerával kimegy az ember, és felveszi, amit tud. Nyilván ugye minél hamarabb, ja, és utána a felvételt eladja tévétársaságoknak, akik leadják a híradóba, és borzasztó jó pénzeket fizetnek érte. Minél véresebb és durvább és hát látványosabb a felvétel, annál több pénzt fizetnek érte, hiszen annál nagyobb nézettséget hoz. És igazából ez a srác, akit Louis Bloomnak hívnak, és Jake Gyllenhaal játsza, felfedezi ennek az egésznek a trükkjeit, vagy hát a trükkjét, hogy hogyan lehet ezt profi szinten csinálni, és egyre jobb és jobb lesz benne, és igazából ennyit mondok el a sztoriról. Nem akarok többet, mert spoiler gyanús, és tényleg erről nem akarok elárulni semmit. Egy eszméletlenül jól sikerült filmről beszélünk. Én megkockáztatom, hogy ez a legjobb film, ami idén készült eddig, illetve mivel, hogy már november vége van, így szerintem pont. Tehát szerintem idén ez a legjobb film, ami készült. És igen, láttam A csillagok között, és ez szerintem jobb film, mint A csillagok között. Bár nehéz összehasonlítani a kettőt. De olyan szintű atmoszférát és hangulatot képes teremteni abban a két órában, ami alatt ugye játszódik, hogy tényleg harapni lehet az egészet. Tehát egyszerűen ott vagy benne, és ott érzed magad benne. És ez a főszereplő, akit a Jake Gyllenhaal játszik, annyira eszméletlen jól lett megírva, de olyan tűpontosan eltalálták ennek a figurának a személyiségét és a stílusát, hogy esküszöm példaértékű. Tehát egy kicsit hasonlít Patrick Batemanre az egész figura, csak nem annyira agresszív és erőszakos, és nem egy idegrohamos állat, de ez a hideg visszafogottsága, amit tanúsít, és ez az udvarias, passzív agressziója, Ez annyira
fent tudja tartani a nézőben az érdeklődést, nem is annyira a film iránt, bár az is nagyon érdekes, tehát a film története és a film jelenetei is nagyon-nagyon-nagyon erősek, de ez a figura, ez annyira központosítja az egészet, hogy nem is a film érdekel téged, hanem ez az ember, hogy ez mit csinál, hogy miket mond. Tehát azok a párbeszédek, amiket a filmhez írtak, és amiket Jake Gyllenhaal előad, egyszerűen lehengerlőek, eszméletlen jók. Szerintem, ha ez a film nem kap forgatókönyvi Oscart, akkor esküszöm, az Oscarnak létjogosultsága sincs. Tehát olyan szinten van megírva, hogy hihetetlen. És hát Gyllenhaal is szerintem élete legnagyobb alakítását hozza, egy évvel a Fogságban után, ami szintén akkor az élete alakítása volt, de hát ez becsomagolja a Fogságbant, és elküldi egy szeméttelepre. De komolyan, egyszerűen, hihetetlen jó film volt. És nehéz róla így beszélni, hogy tényleg nem akarok a sztoriból semmit elárulni, de higgyetek nekem, ezt a filmet látnotok kell. Ez egy olyan darab, amit mindenkinek. És így mindenfajta, hogy most érdekel-e a téma, nem érdekel a téma, szereted-e az ilyen filmeket, nem szereted, teljesen mindegy, ezt látnod kell, mert annyira eszméletlenül jó volt. Úgyhogy mindenképpen nagyon tudom ajánlani mindkét filmet, a John Wick-et fenntartásokkal, az Éjjeli férget pedig kötelező jelleggel. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!